Jásdról és 4 várpalotai általános iskolából érkeztek csapatok a vetélkedőre. Gárdonyi Géza is, talán legismertebb, s egyben legnépszerűbb könyve az Egri Csillagok, 6. osztályos tananyag. A játékos versenyt a szervezők azonban a 4. és 5. osztályos gyerekeknek hirdették meg, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy már alsóban is foglalkozzanak az író életével, munkásságával, könyveivel. Ez azért is könnyű feladat, mert Gárdonyinak több mesekönyve és kifejezetten gyerekeknek szóló írása létezik, melyeket szívesen forgatnak a kisebbek is. A verseny résztvevőit Juhosné Vavró Zsuzsanna főszervező, valamint Deák Istvánné igazgatónő köszöntötte. A vetélkedő játékos feladatai megmozgatták a gyerekeket. Volt puzzle, számkirakó, vaktérkép, villámkérdések, de például ötletes megoldás volt az is, hogy a csapatok nevei Gárdonyi írói álnevei lettek. Így mérkőzött egymással Istapista, Göregábor, Paprika János, Répa Matyi és Figurás Feri. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, végül a 10 fordulós vetélkedő a következő eredménnyel zárult. 3. helyezést ért el a magániskola, 2. helyen végzett az Inotai Iskola, a legjobbnak pedig a Rákóczi Telepi Iskola csapata bizonyult.